köszönöm szépen a meghívást, és azzal kezdeném, amivel Schönberg, a harmónia tanár, azt az elég korszakalkotó művét kezdte, hogy ő úgy, az első mondata az az, hogy ezt a könyvet a tanítványaimtól tanultam. És ez effektíve így van, tehát amit én most a lényegét, vagy a, hogy mondjam, vagy a legfontosabb nekem újdonságot benne, amit elmondanék, ez valóban tavaly nyáron, aki nem tudom ki volt ott a matematikus továbbképzésen, ott egy volt tanítványunktól tanultuk, mert azt kérdeztük tőle, bizonyos igazából azt kérdeztük tőle, mert hogy a valószínűség számítás, amennyire tanítjuk, ez is egy probléma, de amennyire tanítjuk, annyira kombinatorikus alapon tanítjuk, és hát azt én, ő egy nagyon menő, valószínűséges torontói egyetemen van neki egy nagy csoportja, és hát szóval, amiket én beszélgetek vele, abból mindig kiderül, hogy hát egészen más a valószínűségszámítási szemlélet, mint amit mi ezen a címen tanítunk. És akkor a Gyenes Zolit bíztuk meg vele, mint a matek tagozós tanároknak a képviselőit, hogy kérdezze ki egy kicsit, mert azt mondta Bányt, hogy ő előadni erről nem tudna, de hogy szívesen beszélget, és akkor elkezdtük kérdezni bizonyos dolgokról, és az derült, szóval kiderültek dolgok, hogy tényleg vannak, hogy mondjam, olyan feladataink is, egyébként konkrétan létező feladataink is, amikre szép kombinatikus megoldásokat kiizadunk, és csak máshonnan kell ránézni, egy valószínűséges ránézés egészen máshonnan neki úgy kipotyog. Négy sor szerint állnak sorba egy osztálynak a tanulói, és át szeretnénk őket nagyság szerinti sorrendbe rendezni, és az egy lépésben az van megengedve, hogy kijelölünk párokat, minden ember legfeljebb egy párba lehet benne, és azok fügyszóra helyet cserélnek. És akkor a kérdés az az, hogy hány fügyszóval lehet ezt megoldani. Ott meg volt mondva a válasz, nem tudom, ki ismeri a feladatot. Igen, azt már nagyon kevesen. Hát megmondom, a válasz az, hogy kettő. És ennek az elég egyszerű oka az az, hogyha... Tessék? Egyszerre több csere is lehet, de mindenki csak egybe lehet benne. Nem, ennek nincs köze az inverziókhoz. Ennek ahhoz van köze, hogy ha egy körön ülnek emberek, így sorba, és szeretnénk mindenkit egyel arrébb rakni, akkor ugye ez két tükrözéssel megoldható. És egy tükrözés az párok cseréje. Ugye eddig ez világos. És a másik dolog, ami kell hozzá, hogy meg kell gondolni, hogy azt kell megnézni, hogy kinek, kivel kell helyet cserélnie, tehát hogy fölrajzolunk egy gráfot, hogy itt van az ember, ő neki ezzel kell helyet cserélni, ő neki ezzel kell helyet cserélni, ő neki ezzel, és így tovább. Mondjuk így néz ki a dolog. Akkor ők egy kört alkotnak, amit ennek alapján két lépésben szépen arrébb tudunk egyen rakni, és végül is nekünk ezt kell csinálni, és egymástól függetlenül kell ezeket a köröket megoldanunk. Jó, tehát ez világos, hogy itt egyszerűen arról van szó, hogy megnézem azt, hogy A-nak B-hez, B-be kell mennie, B-nek C-be kell mennie, C-nek D-be kell mennie, és így tovább, előbb-utóbb kell, lesz valakinek A-ba kell visszamennie. Ezek így igazából egy kört alkotnak, amit egyel arrébb kell raknom. Azt pedig azzal a két tükrözéssel meg tudom oldani, és ez tök független attól, hogy a másik körök mit csinálnak. Tehát ezek egyszerre működnek. Jó? És akkor a következőt szeretném itt mondani, hogy ez a feladat, ez egyrészt, hú, de csináltam, egyrészt jó arra, hogy bevezessük a permutációnak egy másfajta szemléletét, másrészt mindenütt, ahol az ember matematikát tanít, ott meg kell fontolnia azt, és egyre inkább meg kell fontolni, mert egyre nehezebb, hogy úgy vagyunk a matematikával, hogy amit egyszer megtanultunk, azt tudjuk. Akkor is, ha elfelejtettük, nem erről van szó. Értjük. És elfelejtjük azt, hogy nem értettük. Tehát azt a dolgot, hogy ez nehéz volt, azt a dolgot, azt elfelejtjük. Ez, szóval én egyre inkább úgy gondolom, hogy ez egy alapvető probléma a matematika tanításban. Látom, volt tanítványom, akikkel beszélek, és bosszankodnak egyetemi előadók is mindenki, hogy hát miért nem tudják, amikor ez olyan egyszerű, és mondom, hogy te emlékszel még rá, amikor te nem tudtad?
Mert ezek nem egyszerű dolgok, hanem az, a matematikában van egy olyan, hogyha egyszer megtanultam, akkor leesett a tankusz, onnantól kezdve egyszerű. Ez is egy olyan dolog, hogy ha már az ember egyszer megértette, akkor tulajdonképpen még nagyon nehéz is elmagyarázni, hogy mi ebben a nehéz. De itt egy plusz absztrakciós dolog van, másképp nézünk rá, mint eddig néztünk a permutációkra, és az mindig arrébb kell legalább egy elmenni, és az nem magától értetődő, hogy a tanítványunk is kapásból alébb megy. Mi már annyiszor alébb mentünk, hogy nekünk már ez csak egy táncmozdulat. De neki ez messze van tőle. Tehát minden, tehát, hogy mondjam, ez minden további feladatnál is el kellene mondanom, nem fogom mindig elmondani, de ezt nagyon-nagyon-nagyon meg kell gondolnia az embernek. Én ezt mindig el szoktam mondani, amikor a kislányom első elemiben járt, vagy második elemiben, nem tudom, és vakondok, ugye csinálta a feladatokat, mert azt neki nagyon fontos volt, hogy csinálja, és még nem tudott törteket összeadni, és jött egy feladatot, törteket kellett összeadni, és összedőlt a ház. Tehát én tortától kezdve már mindent magyaráztam neki, a végén már sírt, hogy én hagyjam őt abba, hagyjam ezzel békén, és nem tudom, és mondtam, hogy figyelj, nem én akarom megoldani, én nagyon szívesen, de ő meg akarja oldani. Szóval végül az volt a kompromisszum, hogy megmondtam neki, hogy annak a két ötnek mi az összege, és akkor utána ment tovább. Egy hónapban jött a következő feladat, megint jön nekem, hogy itt van ez a feladat, és ő nem megakadt itt, és gondoltam, hogy te jó Isten, megint itt van a két töltet, össze kell adni, és megint itt lesz a baj, és elértünk oda, hogy mondta, hogy hogy csinál a feladatot, összeadta a két töltet simán. És mondom, hogy Anna, és ez hogy van, azt mondja, mi hogy van. És mondom, hát egy hónap alatt, nem is emlékezett rá, hogy ez egy hónap alatt neki minden ment. Tehát ez a matekban ezt nagyon kell tudni, hogy ezt a dolgot, hogy ki mikor lépi meg. Nekünk volt olyan előadónk, aki időnként azt mondta, hogy most nem mondok semmit, két percig mindenki gondolkozzon rajta. Mert néha az segít a legjobban. Tehát jó, ezt csak úgy mellesleg mondtam itt zárójelben. Tehát a lényeg az, hogy egy permutációt azt lehet úgy is szemlélni, hogy azt nézem meg, tehát ez megint csak egy olyan dolog, megint a tanítványom hívták föl rá a figyelmet, persze ők a Jocótól tanulták, stb. De hogy a permutációt igazából mozgásként kell elgondolni, hogy miből mit csinál, mit hova visz. És akkor ezt ki lehet sok minden csoportelemre terjeszteni, ezt a szemletet. Tehát, hogy itt azt érdemes megnézni, hogy miben megy át, azt érdemes megnézni, és úgy érdemes tekinteni egy permutációt, akkor ugye ezt úgy hívják, hogy ilyen ciklusokra bontottuk, és akkor a ciklus szemlélete a permutációnak nagyon sokszor nagyon használ. Most akkor mondom erre a következő típus feladat, ami már egy kicsit átvisz a kínai vendéglőfele is, hogy a feladat az valószínűleg elég sok embernek ismert. Én ahogy itt leírtam, mindegy, beletettem egy point, és ettől egy kicsit elromlott a feladat, úgyhogy most nem úgy mondom, hanem azt mondom, hogy csak ahogy ez inkább szokás mondani, tehát hogy van egy osztály, moziba megy, egy sorba fognak ülni, egy sorba szólnak a jegyek, véletlenszerűen érkeznek, de nem a helyükre, az első leül az első helyre, második leül a második helyre, harmadik a harmadik, és így tovább. És amikor mindenki leült, akkor az utolsó azt mondja, hogy na, én a helyemre szeretnék ülni. Úgyhogy oda megy és fölkelti. Hát ha ugye ő ül épp a helyén, a saját helyén, akkor nincs gond, de ha más ül a helyén, akkor oda megy, fölkölti. Akkor már az is szeretne a helyére ülni, úgyhogy akkor ő is azt fölkelti, aki. És így tovább, ez addig megy, amíg valaki olyanhoz nem érünk, aki az utolsó helyre szól a jegye, és akkor ott lezárul. És akkor most itt szokott lenni az a kérdés, hogy ott van közben az a lusta Laci, aki nem szeretné, hogy neki is föl kelljen állni, mi a valószínűsége, hogy megúszza. Ezt gondolom elég, kik ismerik ezt a feladatot? Lesz olyan sokan? Akkor ezen egy picit érdemes gondolkodni, jó? Tehát akkor világos a feladat, vagy mondjam még egyszer? Tehát a feladat az, hogy véletlenszerűen ülni, tehát mindenkinek van egy jegye, de nem annak megfelelően véletlenszerűen ülnek az első, második, harmadik és így tovább helyre, ahogy megérkeztek. És akkor mindenki leült, akkor az utolsó azt mondja, hogy nem, én a helyemre szeretnék ülni. Megnézi, hogy hova szól a jegye, és ha saját ott ül véletlenül, akkor nincsen semmi. Ha nem ott ül, akkor elmegy és fölkelti a helyéről azt, aki ott ül. Akkor az is fölkelti azt, megnézi, hogy neki hova szól a jegye, és az is fölkelti azt, aki ott ül. Hát persze, hogyha ő az utolsó helyen, akkor vége. De ha nem, akkor fölkelti azt is, és ez addig megy, amíg olyanhoz nem érünk, akinek az utolsó helyre szól a jegye, és akkor az illető oda megy és leül. És a kérdés az, hogyha valaki, van egy bizonyos X ember, én úgy hívom, hogy Lusta Laci, mert nekem ezt mondták mindig gyerekkoromban, hogy nem szeretne részt venni ebbe a körforgásban, mi a valószínűleg, hogy megúszza. Tessék?
Nem, nem, nem. Hogy ő ezt a cserét megúszza. Egyáltalán nem fix pont. Csak hogy nincsen benne a cserébe. Tehát egy ilyen, megint elindul egy ilyen lánc, ugye, és akkor ér véget, amikor bezárul a lánc, és mi a valószínűség, hogy kimarad ebből a láncból? Egy pere szokott kijönni. Egy pere? Hát igen, feladatokkal ilyesmi. Az más, az egy pere az a fix pont kérdés, és ennek semmi köze a fix ponthoz. Jó? Az Eszterházinak ugye van egy ilyen, hogy mi a valósága annak, hogyha benülök a fürülőkárból, akkor előlovagol Napóleon a lován, és a válasz, hogy egy-ketted, ugye? De, és akkor ezt a matek tagzatos tanítványom ezt kiterjesztették, hogy nem egy negyed, mert vagy a saját lován jön, vagy nem a saját lován nő. Jó, ezt csak mondom, egy-ketted a megoldás. Na most ezt sokféleképpen meg lehet csinálni. Az egyik módszer, jó, mondok egy módszert, jó? Az egyik módszer, hogy kiszámoljuk. Van N ember, és azt mondjuk kiszámolni, hogy mi a valószínűsége annak, hogy ez a szerencsétlen nem ússza meg. Jó? Hát ugye egy körről van szó, ugye, amiben ő, neki bele kell kerülnie, meg bele kell kerülnie az elsőnek is, ugye, aki föláll, illetve az utolsónak, aki föláll. És rajta kívül még K-2 embernek azt fogom mondani, jó? Tehát, hogy K-ba emberből áll a kör, akkor ugye kell először is az N-2 további emberből valahogy kiválasztanunk K-2-t, és majd ezt össze kell adnunk, hát a K az legalább 2, ugye, mert ők benne vannak, és hát legfeljebb mindenki benne van, és akkor most kiválasztottuk azokat, akik forogni fognak. Hát először is a többiek azok azt csinálnak, amit akarnak, ők vannak N-K, tehát az N-K faktor, hogy ők hányféleképpen tudnak egymás között, vagy hányféleképpen lehet őket permutálni, hányféleképpen lehet, hogy ülnek. És akkor még van az, hogy ők vannak K-an, de az első elindult, ugye, tehát és akkor ha végig gondoljuk, ez azt jelenti, vagy sokféleképpen meg lehet gondolni, ez K-1 faktort jelent. Jó? Tehát, hogy ők hányféle sorrendben jöhetnek, az elsőt azt tudjuk, hogy kicsoda, és az utolsót, hát nem, az elsőt azt tudjuk, hogy kicsoda, tehát nincs, ő K-1 helyre mehet, a következő az K-2 helyre mehet, az utána következő és így tovább, tehát K-1 faktor van, és akkor ugye ezt elég hamar látjuk, hogy ez úgy néz ki, hogy ezt az N-et, ezt miért tettem? Nem tudom, miért tettem ide. Ez ha elég jól látjuk, az N-2 faktort itt kiemelhetjük belőle, és innen marad egy K-1-ünk és semmi egyéb. Vagyis 1-től N-1-ig kell összeadni a számokat, és arról pedig tudjuk ugye, hogy az N-szer N-1 per 2-ször N-2 faktor, és akkor ez látszik, hogy N faktor per 2, tehát pont a permutációk fele az, ahol mind a ketten benne vannak. Jó? Ez az egyik lehetőség, ahogy ezt be lehet bizonyítani. Na most, ezt erre fönnhagyom a táblán. Van egy másik lehetőség is. Ez egy kombinatikus számolás, megvannak az előnye és megvannak a hátránya, és ott van. A másik lehetőség az, majd hogy milyen előnye és milyen hátránya vannak, az majd azután derül ki, hogy most elmondom, akkor mi a másik lehetőség. A másik lehetőség egy kicsit jobban foglalkozik magukkal a permutációnak a szerkezetével. Itt van az utolsó ember, ő neki ide szól a jegye. Ennek ide szól a jegye. Ennek mondjuk ide szól a jegye. Ő neki ide szól a jegye, és itt van ugye az, aki nem szeretett volna fölkelni. Neki mondjuk ide szól a jegye. Neki ide szól a jegye, és mondjuk neki ide szól a jegye. És akkor azt csináljuk, hogy az ő jegyét, tehát ugye ő indította el az egészet, és ugye ő az, akitől kérdeztük, hogy benne van-e, azt csináljuk, hogy a jegyüket kicseréljük. És hogyha a jegyüket kicseréljük, hát le lehet rajzolni, akkor az a szerencséje lesz neki, hogy kiesik ebből a körből. Jó?
Az, hogy az, nem, az ő jegyét és az ő jegyét kicseréljük. Tehát ő fog ide menni, és ő fog oda, hova ide menni. Rajzoljam le. Hát most mindegy, kéne színes kréta akkor. Tehát ugye ő nem ide megy, hanem... Most akkor ezt ilyen pöttyegetett vonalakkal fogom, hogy ő most akkor ide megy, ugye? És akkor az látszik, hogy utána így megy tovább, tehát ő ebbe a körbe nincsen benne. És az ő köre, hát az pedig akkor meg lehet nézni az ő köre, meg persze akkor ettől független. Jó? Hát aki egy kicsit is ért algebrához, az tudja, hogyha egy ciklust két elemének a cserével megszózunk, akkor az ketté bontja pont a két elemet. És két ciklust hoz létre, és vissza. Jó, tehát ugyanez visszafelé is megy, ha nem voltak egy körben, akkor meg a csere után egy körben összefonódnak. Így egyszerűen párosítjuk őket, és akkor kijön, hogy egy-ketted a valószínűsége annak, hogy benne lesz. Jó? Ezt most nem mondom részletesen, nem érdemes végig gondolni, hogyha az ember egy kicsit is akar permutációk szerkezetével egy kicsit is akar foglalkozni, akkor ezeket nagyon érdemes végig gondolni. Ezt azért is érdemes végig gondolni, mondom. Tehát arról van szó, hogyha van egy ciklusom, és annak két elemét még megcserélem, akkor az két ciklusra bontja, ami egyik elem az egyikbe lesz, a másik a másikba, és ha két ciklusnak veszem egy-egy elemét, és aznak a cseréjét még utánuk meg végrehajtom, akkor pedig összefűztem őket. És ebből jön ki az, hogy a bal kéz és a jobb kéz nem lehet ugyanaz. Jó, tehát, hogy van olyan, hogy páros permutáció, meg páratlan permutáció, mert hiszen minden csere az megváltoztatja, egy csere az mindig megváltoztatja permutációk számát. Jó, ezt most csak úgy zárójelben mondom, ez nem tartozik a témához, csak hogy ez. A permutációkra ennyit azért kell tudnunk ahhoz, hogy tovább tudjunk menni, és akkor lesz még egy harmadik megoldási mód, van még több, nem akarok ennél többet, mert az idő az nagyon véges, tehát azt akarom csinálni, hogy akkor most meg lehet kérdezni azt is, hogyha ugye nem csak egy lusta Laci van, hanem egy lusta Lilla is van, hogy akkor mi a valóság, hogy mind a ketten megúszszák. Ugye hát egy-ketten a valóság annak, hogy az egyik megúszza, egy-ketten a valóság annak, hogy a másik megúszza, tehát akkor ugye egy negyed lesz a valóság, hogy megúszszák. Vagy nem? Hát bizony ezek nem függetlenek, jó? Majd ki fog derülni. Abból ezzel a gondolatmenettel közvetlenül nem jön ki. Aznál a számolásnál csak annyit kell tudni, hogy mondjuk akkor a szumma k-alat a kettőt össze kell tudni adni, és akkor kijön belőle, hogy egy harmada valószínűsége. Jó? De ami igazából most kellene rátérnem a témámra, hogy oké, hogyan állítunk elő egy véletlen permutációt? Hát az előző feladat, ugye ez a feladat, ez valamit ugye elmond róla, hogy hát végül is elképzelhető úgy a dolog, hogy a gyerekek jönnek egyesével, és a tanító vagy az osztályfőnök véletlenszerűen ad nekik egy-egy jegyet, és akkor úgy bemennek. Csak hát ugye nem érdekli őket, hanem leülnek úgy, ahogy vannak, és akkor ez egy véletlen permutáció, hogy létrejött. Na most, ezzel azért vannak bizonyos problémák. Egy konkrétabb esetben, aki tanít, az ezzel találkozik, ugye amikor karácsonyi ajándékozásra húzunk. Na most, mi a különbség? A feladat között, amit most itt elmondtam, és a karácsonyi húzás között, mert azért egy különbség van. Karácsonyi húzáskor az van, hogy mindenkinek a nevét betesszük egy kalapba, és egyesével oda mennek a gyerekek, és kihúzzák. De, ugye van egy de. Hogyha? Ugye a saját nevemet húztam, azt vissza kell tenni, mert saját magamnak nem ajándékozom. Ez a baj szokott lenni, ha ettől eltekintünk, tehát mindenki húzhatja magát is, akkor ez egy nagyon jó véletlen permutáció előállító módszer. Van vele egy probléma, mi van akkor, ha új gyerek jön? Kezdhetjük az egészet előről. Na most,
a kínai étterem dolog az erről szól, hogy nem. Van olyan lehetőség, hogy ezt nem kell megcsinálni. A kínai étterem folyamat az a következő. És most nem fogom elmondani az egészet, mert szeretnék belőle egy feladatot azért mondani, jó? Tehát a kínai étterem úgy néz ki, hogy asztalok vannak, minden asztal mellett végtelen sok hely van, új vendég jön, akkor két lehetőség van, vagy kiválasztja valamelyik asztalt és leül mellé, vagy kezd egy új asztalt. Na most a kérdés, ez eddig rendben van, ugye? Tehát valaki bejön a vendégbe, ülnek már egy csomó asztalnál, és van üres asztal. És bármelyik asztalhoz, ahol ülnek, már leülhet, vagy pedig kezd egy új asztalt. Meg kéne mondani, hogy milyen valószínűségekkel üljön az egyes asztalokhoz, és milyen valószínűséggel kezdjen új asztalt ahhoz, hogy ebből egy véletlen permutáció legyen. Hát természetesen az, hogy ülnek az emberek. De úgy értem, hogy egy körasztalnál ülnek. Körasztalnál ülnek, és a körasztalhoz ül. Igen, tehát azt nem mondtam, körasztalról van szó. Persze, persze, igen, azt kell mondani, elnézést. És akkor mindegyiknél még van egy hely? Vagy az... Mindegyiknél akárhány hely van még. Mindenütt van hely. Tehát az, nem láttam még valószínűleg japán ételmet, mert... Tehát végtelen sugarú körökről van szó. Igen, és bármely két ember között is végtelen sok hely van, tehát ez nem gond. Jó, tehát világos a feladat? Tehát... Azt kérdezem, hogy ő mondjuk az első asztalnál ül K1-en, mondjuk E1, mert emberek. E1, a második asztalnál ül E2 ember, a harmadik asztalnál ül E3 ember, a K-dik asztalnál ül EK ember, és itt van még egy üres asztal is. Most ennek az új vendégnek el kéne döntenie, hogy milyen valószínűséggel fog melyik asztalhoz ülni. Ahhoz, hogy ha ez itt egy véletlen permutáció volt, akkor továbbra is az maradjon. Mit jelent az, hogy ez egy véletlen permutáció volt? Ezt kéne először tisztázni. Hát, hogy véletlen lett az egy ember kiválasztva. Az rendben van, hogy véletlen, de mit jelent az, hogy permutáció? Mitől lesz ez permutáció? Hát az, hogy a sorrendjük is véletlen. Mi az, hogy sorrendjük? Hát, most nem látom a sorrendet. Nem, az megérkezés az nem érdekel minket, ezt megsugom. Nem. Igen. Ez a szomszédság, nem? Tehát, hogy minden azt talál a szomszéddal. Az mi? A termékező soron következő. Az mit tehet a soron következő? Vagyis ez milyen fölírása lesz a permutációnak? Ez a ciklikus fölírása lesz a permutációnak, ugye? Ami a végén kijön. És hogy minden permutáció egyenlő valósággal szerepeljen, ezt szeretnénk megoldani. Jó? Tehát ez egy cikk. Tehát ahogy ülnek sorban, ugye ahogy vagy körben, ugye az lesz egy ciklus. Jó? Hogy tudjuk ezt elérni? Eddig volt N ember, megjön az N plusz egyedik ember. Milyen valósággal? Tehát nyilván valaki ki kell találni, hogy ő... dobókockát, vagy én nem tudom, micsodát dob föl, hogy milyen valósággal mit csináljon. Melyik asztalhoz milyen valószínűséggel üljön? Azt tessék meggondolni, hogy ugye minden permutációnak egyenlő valószínűséggel kell előállnia. Ugye? Tehát az azt jelenti, hogy most hogy írjuk fel a permutációkat? Hát már ezt tetszett mondani. Ciklikusan. Akkor arról van szó, hogy mindenfajta ciklikus elképzeljük ciklikusan fölírva a permutációkat, mindegyik ugyanolyan valószínűséggel álljon elő. Eddig tegyük föl, hogy előállt ugyanolyan valószínűséggel minden, akkor most mit kell csinálnunk? Gondoljuk meg az elsőnél, akkor így csináljuk, az elsőnél ülnek itt sorban az E1, aztán az E1-2, és így tovább. Ó, ez nem jó így, nem jó így, mert az E1 az ugye az indexben lesz. Tehát akkor mit tudom én, K, első ember, ja, de az kell nekünk, hogy jó, ide hívjuk, hogy az első asztal, K. Pont K asztalokból, de csak úgy mondjuk.
Ja, jó, de úgy, igen, ez az első, és így tovább. És akkor A, E, 1 az utolsó, ugye? Ez egy ciklus. Ugye? És a következő, azt most még mondjuk azt fölírom, A, 2, 1, A, 1. A, 1, 2, igen, sikerült. Igen, és akkor A, E, 2, 2, ez a második ciklus, és így tovább, így föl vannak írva. És most szeretné, és mindegyik ilyen ciklus egyforma valósággal áll elő, tehát mindegyik előáll mondjuk egyféleképpen eddig, mondjuk képzeljük úgy, vagy nem tudom, mindenki úgy képzel, hogy akarja, csak mit kéne csinálnunk ahhoz? Egyestével nem beteszünk. Vagyis akkor az első asztalra hányféleképpen tesszük? Vagyis akkor mennyi lesz a valósággal, hogy oda ül? Nem, ember van. N ember van. Szuma éj az N. Ja. De nem értem. N. És de nem egy új ember jön? Igen, az az N plusz egyedik. Igen. Jó, akkor per, per. Per. Egyébként K-t mondtál, csak az volt a baj. N plusz 1. Tehát, ugye, tehát az első asztalhoz ül egy per N plusz 1 valószínűséggel. A második asztalhoz ül el, 2 per n plusz 1 valószínűséggel, és így tovább. És még ugye ide az új asztalhoz 1 per n plusz 1 valószínűséggel ül. Jó? Ez a kínai étterem folyamat, ezt hívják így az legegyszerűbb esetben, de nekünk ez bőven elég. Jó? Tetszik érteni? És aztán persze azon már eldöntöm, melyik asztalhoz ül, ott megint egyenletesen dönti el, hogy melyik helyre ül be. És akkor minden permutáció egyenlő valószínűséggel áll elő továbbra is. Ezt tetszik látni? Igen? Összegük egy lesz, persze. Tessék? Összegük egy lesz. Ezek. Hát az összegük egy lesz. Jó. Hát mert a szuma egy az N, és akkor hozzátok egyet. Igen. Jó, és tetszik látni, hogy akkor minden permutáció ugyanolyan, tehát minden ciklikus fölírás az ugyanolyan valószínűséggel állt elő. Ugye ha eddig 1 per N faktorral, akkor most egy 1 per N plusz 1-el van megszorozva. Minden egyes ciklikus fölírás. Jó, ha eddig 1 per n faktor valószínűsége volt egy ciklus felírásnak, akkor most bármelyik helyre beteszem ugye az új elemet, mindegyiknek 1 per n plusz 1, tehát 1 per n plusz 1 faktor valószínűsége lesz egy új ciklus felírásnak. Jó? Ez rendben van? És akkor most innentől kezdve érdekes a dolog, hogyha most ezek után azt kérdezem, hogy az A és a B milyen valószínűséggel fog egy asztalnál ülni, ez így átláthatatlan, ugye, elsőre. De megbeszéltük, hogy ez tökéletesen szimmetrikus, minden egyenlő valóság áll elő, tehát elég azt megnézni, hogy milyen valószínűséggel fog az második ember az első asztalhoz ülni. Ezt tetszik látni? Miután ez tökéletesen szimmetrikus ez a folyamat, ezért hiába kérdezték tőlem azt, hogy az A és a B ember milyen valószínűséggel lesz egy ciklusban, milyen valószínűséggel fog egy asztalnál ülni. A válasz az, hogy olyan valószínűséggel, mint amilyen valószínűséggel a második leül az első, asztalhoz az 1-2. Jó? Ez elég egyszerű. Jó? És hogyha azt kérdezik, hogy három ember, az első, vagy három adott ember milyen valószínűséggel ül egy asztalnál, akkor megint az a kérdés, hogy a második, meg a harmadik milyen valószínűséggel ül az első asztalhoz. Ugye egy-keter valószínűség elül az első, és kétharmad valószínűséggel odaül a második, egyharmad valószínűsége van. Általában, hogy K ember, K kiválasztott ember egy ciklusban lesz, ez engem nagyon meglepett, hogy ennek 1 per K a valószínűsége. Azért nem olyan meglepő, mert azt az ember máshonnan tudja, hogy az, hogy minden egy ciklusban lesz, annak 1 per N a valószínűsége N ember mellett, és hát itt valóban akkor az jön ki. Ugye, tehát az a kérdés, hogy milyen valószínűséggel fog egy körbe befoglaltatni mindenki, annak egy per n a valószínűsége, és az ebből kihullik. Jó? Na most, itt van még egy pár dolog, ami érdekes ezzel. Az egyik dolog, hogy valami, amit az ember nem gondolna, de ha egy kicsit belegondol, akkor olyan meglepő, de úgy van, hogy a nagy ciklusok nőnek. Tehát nem arról van szó, hogy egyenletes lesz.
Tehát egyszer, egy kis, egyszer csak egy kicsit is elkezd egyik ciklus nőni, onnantól fogva az, az győzött, az nőni fog egyre jobban. Jó? Tehát nem az az általános, hogy olyan nagyjából egyforma ciklusok vannak. Jó? Ez, ez egy meglepő, hogy mondjam, ilyen, ilyen szemletes tény ebből. És akkor itt még lehet a következőket mondani, hogy nagyon egyszerűen kijön az, hogy várhatóan hány ciklus lesz. Jó? Tehát, hogy N permutáció, tehát egy N elemű permutáció várhatóan hány ciklus lesz, az nagyon egyszerűen kijön ebből. Tudnodik, ha most az N-ről az N plusz 1-re nézem, N-ben mondjuk a várható etika ciklusoknak EN, jön az új ember, az N per N plusz 1 valószínűséggel nem hoz újat, és 1 per N plusz 1 valószínűséggel egyen hosszabb lesz. Tehát szumma 1 per J. Jó, 1-től N-ig ennyi a várható etika a ciklusoknak, és ez iszonyú egyszerűen kijön így. Kijön a ciklikus felírásból is ugyanígy, tehát ez a ciklikus felírásban, ha végig gondolom, ugyanezt jelenti. Jó, de, de azért így nagyon szemléletesen kijön. És akkor még egy dolgot mondanék, akkor, és akkor én be is fejezném, még egy dolgot mondanék, hogyha az ember tudja azt, hogy a várható értékek azok összeadódnak, akkor is, ha nem függetlenek a eloszlásaik, akkor innentől kezdve azt is meg lehet mondani, hogy, hogy az, hogy az első ember, tehát az első asztalnál várhatóan hányan fognak ülni, annak a, annak a várható értéke n plusz 1 per 2. Mert ugye az első ember biztos ott fog ülni, és minden további ember egy-kettet valószínűleg elő oda. Tehát az, hogy a, ha azt mondom, hogy veszem azt a valószínűségi változót, hogy az, az xi az az, hogy, az ijedi, hogy egy, hogyha az ijedik ember ott ül, az első asztalnál és nulla, ha nem, tehát az ijedik az első asztalnál, és hogyha ha nem, akkor ugye egyszerűen a szumma xi-ről van szó, ennek a várható értékéről van szó, és ez ugye, a, hát külön van az első, mert annak egy a várható értéke, és az összes többinek, ugye ennek mindegyiknek egy-ketted a valószínűsége. Jó? Tehát az első ciklusnak a várható értéke n plusz 1 per 2. Nem? De ez fura, ugye? Megint csak. Tehát megint, és akkor az a kérdés, hogy és tessék, hogy a második miért nem? Hogy fér bele ezek után a második? Ugye, mert két n plusz 1 per 2-es ciklus már nem lehet. Tessék? Igen. Tehát arról van szó, hogy nagyjából az úgy kell elképzelni a dolgot, hogy a maradékot külön kell nézni, és abban megint annak a fele lesz nagyjából a következő ciklus. És így tovább, és akkor már érthető, hogy miért logen fele fog menni a várható értéke a ciklus számnak. Köszönöm szépen!